A szaúd-arábiai Jiddában találkoztak a nagy olajtermelő országok energiaminiszterei, hogy megvitassák a lehetőségeket a júniusi OPEC találkozó előtt. A kőolaj exportáló országok szervezetének tagjain kívül Oroszország és más nagy olajtermelők is részt vettek a tanácskozáson. A januárban életbe lépett korábbi megállapodás napi 1,2 millió hordóval csökkenti fél évig a kitermelést. A készletek világszinten mégis tovább nőttek, miközben egyes régiókban akadozott az olajellátás. A bizonytalanságot az amerikai-kínai kereskedelmi háború és az orosz barátságvezetékbe jutott szennyezés is fokozza. A szaúdi olajminiszter ezért az adatok alapos megfontolását javasolta. Több résztvevő a sajtónak megerősítette, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv szerint júniusban kisebb mértékben enyhítik a kitermelés korlátozását.